300 millió forintos fejlesztési program a városban. Kutatók éjszakája, színes programok Gyöngyösen. Opera gála a zenevilágnapja alkalmából. Köszöntöm Önöket, jó estét kívánok! A kormány jóváhagyta az önkormányzat hitelkérelmét, így összesen 300 millió forintos fejlesztés valósulhat meg a városban jövőre. Az összegből egyebek mellett a Mátrafüredi Üdülősor utca részleges felújítása, a harmadosztály városrész útépítése, a Vasutas utcai övárok megépítése és a Dél-Kálvária parti lakótelep útépítése valósulhat meg. 300 millió forintos fejlesztési program valósulhat meg a városban, derült ki a szeptemberi testületi ülésen. A fejlesztési csomag elemeiről még márciusban a hitelfelvételi kérelemmel együtt döntött a grémium. Azok a fejlesztési pénzek, amelyek a frakció tesznek javaslatot, egy 200 millió forint és egy 50 millió forint, az látszott, hogy nem elég a nagyobb fejlesztésekre. És a képviselők saját körzetükbe szeretnek apróbb, nagyobb dolgokat megcsinálni, de az igazán nagy volumenű fejlesztések, de egyszerűen nincs, nem volt szabad forrás, ezért azt mondtuk, hogy egy 300 milliós hitelt veszünk fel, ha a kormány engedélyezi, és ez jött, erről kaptunk értesítést az elmúlt napokban. Hat olyan területnek a fejlesztése indulhat meg jövőre, amely az ott lakóknak nagyon fontos, szögezte le a városvezető. Üdülősor, Mátrafüred, ugye ez egy csapadék, szennyvíz, csatornaépítés, de sok minden megtörtént, de az út helyreállítása nem. Nagyon rossz minőségű utca, ennek gyakorlatilag a több mint fele fel lesz újítva, a Béke utcától jobbra az Anna Hotel előtti utca részről beszélek. Harmadosztály útépítés, itt is négy utcába a jövőre tervezés után elkezdjük a felújítás, csapadékvízelvezető árkok építését. Nagyon régi probléma a Vasutas utca, a Sárhegy aljának a csapadékvízelvezetése, ott egy övárkot kell építeni. Mindemellett szeretnék megoldani a délkeleti városrész csapadékvízelvezetését, mely három ütemből áll és jövőre kezdik el. Az idén félbe maradt Zsellér középítését is folytatják. A Kehopos program jóvoltából szennyvízcsatorna kiépítése kezdődik el, és 30 millió forintos keretből teszik majd rendbe a területet. A Dél-Kálvária parti lakótelep útépítése is megvalósulhat. Most egy részét építik meg, meghosszabbítják a Kócsag utcát, és az újonnan épülő részeknél lesz kihajtási lehetőség, emelte ki Hisz György. Gömböt simogató csokoládévakteszt, érdekes előadások. Idén is színes programokkal várták a szervezők azokat, akik ellátogattak a kutatók éjszakájára, a gyöngyösi programra. A Károly Róbert kampuszon a hagyományokhoz hűen idén is minden korosztály találhatott magának elfoglaltságot. Előadások, kézműves foglalkozások, ételkóstolók. Immár hagyomány, hogy a Gyöngyösi Károly Róbert Campus csatlakozik az Országos Kutatók Éjszakája programsorozathoz. Az intézmény minden évben törekszik arra, hogy a hagyományos programok mellé újakat is beépítsenek. Ami új, talán egy kicsit, hogy egyrészt a külföldi hallgatóinkat is igyekszünk bevonni, hát lesz egy külön idegen nyelvi szekció, ahol bemutatják a saját országukat, népviseletüket, stb. Tehát, hogy egy kicsit a városlakó is megismerkedjenek ezekkel a helyekkel, illetve ezekkel az emberekkel. A kézművesek utcája az előző évekhez képest lényegesen bővebb lesz, új termékekkel jelennek meg, de itt lesznek az íjászok, kiállítás megnyitók kapcsolódnak hozzá, úgyhogy azt gondolom, hogy én is egy nagyon színes családi programmal jelentkezünk. A Károly Róbert Campus kutatók éjszakája programjára ellátogatók idén is találkozhattak Szabó Györggyel. A Bükki Füves Ember egészségmegőrzés gyógynövényekkel című előadásában négy olyan betegségről beszélt, ami Magyarországon minden családot érinthet valamilyen módon. Volt egy vizsgálat 2011-13-ban az Európai Unió és az Egészségügyi Világszervezet csinálta. Négy olyan betegséget alapítottak meg, amelyik nem fertőző és mégis járványszerűen terjed, és eddig erről még nem beszéltem. Ez a négy betegség. Az egyik a szív- és érrendszeri betegség, és a magas vérnyomás, a másik a cukorbetegség, a harmadik a rák, és a negyedik a COPD. A szervezők idén is úgy állították össze a programot, hogy minden korosztály találjon magának elfoglaltságot az este folyamán.
Az egyik legnépszerűbb a csokoládé vakteszt volt, de sokakat érdekeltek az olyan hagyományos programok is, mint a gömböc simogató és a robotika szakkörösök bemutatója. Három arany, három ezüst és három bronzérmet nyertek a magyar versenyzők a Szakmák Európa bajnokságán, a Euroskills Budapest versenyen. Bronzérmet kapott Zaja Dániel hegesztő, a visontai székhelyű Mátrai Hegesztés Technikai és Szakképzési Kft. Dolgozója. Nagyszabású operagálát rendezett a sportcsarnokban Gyöngyösváros barátainak köre, a Gyöngyök Mátra Művelődési Központtal együtt. A Zene Világnapja alkalmából már harmadik alkalommal hozták Gyöngyösre a legelismertebb magyar művészeket, köztük a Kossuth díjas Sümegi Esztert vagy a Liszt Ferenc díja kitüntetett tenoristát, Fekete Attilát. A legismertebb Strauss, Puccini, Verdi darabok és az opera történet legnépszerűbb alkotásai kerültek színpadra a gyöngyösi sportcsarnokban teltház előtt megrendezett opera gálán. Nem egy nagy közönséget ölel át az opera barátok köre, de Gyöngyösön az volt a cél, illetve az országban és a Magyar Művészeti Akadémia részére, hogy vigyék le olyan helyekre is az operát, ahol nincs kőszínház. És ilyen apropóból került Gyöngyösre is az opera előadás, hogy szeretnénk megszólítani azokat az embereket, akik nem tehetik meg azt egyik részre, hogy anyagilag, hogy az operaházba járjanak előadásra. Mászkányi Parasztbecsület Szánt utca és Verdi trubadúrjának Leonóra áriáját énekelte el Sümegi Eszter Kossuth díjas operaénekesnő, aki azt mondja, rendkívüli jelentősége van annak, hogy a rendezvénnyel a fővároson kívülre is eljuthat az opera. Vidéket ugyanúgy megilleti a komoly művészet, nem csak Budapestet. Úgy tudom, hogy jelen pillanatban csak Budapesten játszunk állandóan operát. Sajnos a vidéki nagy színházak anyagi forrás hiányában leálltak. Nagyon keveset játszanak operát, sajnos. És hát azt gondolom, hogy ez egy misszió. Első alkalommal adta elő Puccini Bohém élet darabjából Mimi áriáját Keszei Bori, így egy igazi újdonsággal is találkozhatott a gyöngyösi közönség. Ez nekem most egy debütálás ma este. Nem utolsó sorban az is, számomra is egy újdonság ki fog derülni, hogy egyáltalán mennyire tudok megnyílni felé a szerep felé. Azért a mi pályánkon időről időre az ember mindig megpróbál új darabokat, új szerepeket felvenni a repertoárba, és ezzel szélesíteni a művészetet. Nekem ez most ilyen szempontból különösen fontos ez az este, mert kiderül, hogy a közönségnek hogy tetszem mimiként, és meg kell magamnak hogy tetszem ebben az új szerepben. A szervezők azt remélik, hogy a gyöngyösi gála egyre népszerűbb lesz, és a város akár a vidék opera központjává is válhat a jövőben. A Turizmus Világnapja alkalmából minden évben szerveznek programot a Gyöngyös-Mátra Turisztikai Egyesület tagjai. Tavaly városnézéssel, idén kirándulással várták a résztvevőket. A túra kiinduló pontja Mátrafüred volt, ahol a kirándulók először bemelegítettek a 2 kilométeres sétára, majd a szervezőktől kapott különleges túrabotokkal elindultak az Ördögforrás felé. Idén kirándulásra várták az érdeklődőket a Gyöngyös-Mátra Turisztikai Egyesület tagjai. Tavaly ilyenkor városnézést tartottak, ezért döntöttek úgy a szervezők, hogy idén az aktív turizmus felé terelik a figyelmet, mondta el Benkő Béla, az egyesület menedzsere. A speciális túrabotokat minden résztvevőnek biztosították. Mikor beszélgettük a kollégákkal, akkor jött az ötlet, hogy szervezzünk egy ilyen vezetett nordik túrát, vigyük ki az embereket a természetbe, és ezért esett a választás arra, hogy Mátrafüredről indítunk egy ilyen túrát. A táv egyébként nem hosszú, körülbelül 2-2,5 kilométer, az időtartama 1 óra hossza lesz nagyságrendek, mert lesznek közben különböző gyakorlatok, bemelegítés, tehát ez az oka, hogy egy kicsit jobban elhúzódik a túra. Benkő Béla hozzátette, hogy a túra ingyenes, és bárki eljöhet, hiszen ez a kirándulás alaposan átmozgatja a testet, így mindenkinek teljes körű kikapcsolódást biztosít. A kirándulók között voltak, akik rendszeresen járták a természetet, de akadtak olyan résztvevők is, akik most először vettek részt egy ilyen eseményen. Nagyon sok jó dolgot hallottam erről, videót is néztem, hogy egyáltalán ezt a technikát hogy lehet elsajátítani, és hát otthon a szobába gyakoroltam be, soha még ilyenen nem voltam. Gyöngyös halászon lakom, és végül is kirándulni gyakran járunk ide a családdal is, barátokkal, illetve gyerekeimmel, tanítványaimmal, de ezt a fajta túrázást még most próbálom ki először.
Mielőtt elindultak, a túravezető bemelegítést tartott a jelenlévőknek, és a kis csapat ezek után indulhatott útnak az erdőben. Mihály napi vásárt tartottak a Jeruzsálem ódi tagóvodában. Az intézményben évtizedek óta hagyomány, hogy a gyerekek műsorral, a szülők pedig vásárfiával készülnek erre az alkalomra. Az eseményen befolyt összegből pedig minden évben az óvodát támogatják. Egy napig minden a Mihály napról szólt a Jeruzsálem úti tagóvodában. Az intézményben komoly hagyományai vannak az Európa szerte ismert pásztor ünnepápolásának. Az óvónők és a gyerekek szülei ilyenkor vásárfiát készítenek és süteményt sütnek, a bevételből pedig az óvodát támogatják. Nagyon fontos ugye a gyermekeknél a magyarság tudat kialakítása és a néphagyományok őrzése, ápolása. Mi mondhatom, hogy évtizedekkel ezelőtt ezt a néphagyományt választottuk, amit azóta is évente megrendezünk és ápoljuk. A célunk pedig ezzel az volt, hogy szervezzünk egy közös délelőttöt a szülőkkel, nagyszülőkkel, valamint a szülőknek a segítsége által ennek a napnak a bevételét a gyermekek játékaira, illetve az IKT és eszközök fejlesztésére szeretnénk fordítani. A Mihály napi vásáron részt vett Ferenci Tamás is. Az Idegenforgalmi Ifjúsági és Sportbizottság elnöke kiemelte, példaértékű az intézménybe járó gyerekek szüleinek összefogása, majd hozzátette, bízik benne, hogy a jövőben is sikerül a tervezett fejlesztéseket finanszírozni. Minden lehetőséget próbálok megragadni, hogy egy ilyen gyerekintézmény a legnormálisabb, legmodernebb dolgokkal legyen felszerelve. Most a jövőben egy csoportnak a asztalait tervezem megújítani, ami viszonylag húzósabb tétel, és sajnos a intézményi keret mindent nem fedez. Ennek ellenére bizakodom, hogy a jövőben azért sokkal több támogatáshoz fogunk tudni jutni, mert rengeteg hiányosságot tapasztalunk évente. Mihály nap alkalmából nem maradhatott el a népi játékokból, mondókákból és énekekből álló műsor sem, amit idén a zöld csoport óvisai adtak elő társaiknak és szüleiknek. Két hét szünet után újra bajnoki mérkőzés játszott az MB3-ban szereplő Gyöngyösi Atlétikai Klub csapata. A zöld-fehér gárda hazai pályán a tabella élmezőnyéhez tartozó ESMTK-t látta vendégül. Török János egy sikeres kupamérkőzés után készítette fel játékosait, akik ezen a napon fegyelmezetten és nagy akarással küzdve döntetlen eredményt értek el. Megvalósult, amit elterveztünk, három védővel álltunk fel, próbáltuk leszűkíteni a területet, a két szélső átvédés jöjjön vissza, segítse a támadásokat, és a feladat megvolt a két támadó középpársunknak, szélső középpársa Lizáknak és a Dávidnak, hogy ők kizárják le, ne adjunk területet az ellenfélnek, ne adjuk, hogy kényszerítőzzenek, ne adjuk, hogy megint kerüljenek. Úgy érzem, az első fél teljes mértékben megvalósult, mert az ellenfél gólhelyzet nélkül használta le az első félidőt. Az, hogy távoli lövései voltak, az egy kicsit azon javítunk, mert ki fogunk lépni az emberekre, mert a szövetek veszélyesek voltak, de én úgy érzem, az első félidőben is már nekünk volt helyzetünk, amit ha kihasználjuk, a kapusok nem védi a szenzációsan, akkor talán még egy nagyobb meglepetésre tudtunk volna okozni. A csapat a Magyar Kupában NB1-es ellenfelet kapott a 64-es táblán, a Kisvárda személyében. Örülünk, hogy NB1-es csapat jött a következő fordulóba, ott sem mi vagyunk az esélyesek, de megpróbálunk ott is ilyen szervezettel játszani most, és akkor, hogyha az idő is, hogyha már kicsit rosszabb lesz, mert október 31-én van, akkor is, hogy ki tudja, a gyengébb csapatnak kedvez, az NB1-es csapat nagy mellénnyel jön, messzire is ennek, és akármi is lett az eredményet is. Az Erzsébet ellen 0-0-ás döntetlennel újabb pontot szerzett a Gyöngyös. A folytatást illetően a 12. 6 pontos Cigán otthonába látogat majd a csapat. Idegenbeli győzelem esetén akár a sereghajtó pozíciót is felcserélheti a Gyöngyös. Október 1-ével 3500 forintra drágul a heti autópálya matrica. Az autóbuszok esetében 18%-os az áremelés, azaz 15500 forintért kapnak majd matricát. Szigorodnak az adósságfék szabályok is. Az új 5 évnél rövidebb kamatperiódusú forint jelzáloghitelek felvétele esetén az adós havi törlesztő részleteinek összege nem haladhatja meg a rendszeres havi nettó jövedelem 25, illetve magasabb jövedelem esetén 30%-át. A gyülekezési törvény is mától hatályos. A nem közterületnek minősülő helyszíneken az ingatlan tulajdonos hozzájárulása nélkül nem szervezhető gyűlés.
Mintegy 1000 hektárral növelni a fóliasátrak és az üvegházak területét a következő években a kormány, írja a Magyar Idők. A cél elérését követően mintegy 230 ezer tonnával több zöldség kerülhet neki a magyar gazdaságokból, ami a jelenlegi árakkal és javuló minőséggel számolva évente 45 milliárd forintos pluszt jelentene az ágazatnak, valamint 5000 ember foglalkoztatását tenni lehetővé. Az aktuális végén híreink még egyszer röviden. Millió forintos fejlesztési program a városban. Kutatók éjszakája, színes programok Gyöngyösön. Opera gála a Zenevilág napja alkalmából. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!